Köszöntöm nézőinket! Hodos Julnával, a Karcagi Árshivatal hivatalvezetővel beszélgetünk. A következő alkalom akkor be fogjuk mutatni az Adjendeút 4 szám alá átfolt az 5 járási hivatal osztályait. Gondolom, hogy az elmúlt másfél hónapban már teljesen birtokba vették ezt a szépen felújított épületet. Tisztelettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit, és örömmel mutatom be az új irodaépületünket, ahova 4 osztályunk költözött át július 2-ával, úgyhogy egy hónapja már a 4 osztály munkatársai belakták, én úgy gondolom, az irodaépületet, és remélem, hogy az ügyfelek is ezt érzékelték, hogy egy nagyon kellemes, szép, kulturált környezetben fogadjuk az ügyintézés során őket. Ez a 1009 négyzetméteres irodaépület, 3 szintes, 4 osztály, tehát a járási hivatal eredetileg 8 osztályból áll, és ebből a 4 osztály található itt. Fizikálisan 32 fő dolgozik az épületben. Tehát a földhivatal, ami nagy változás volt, és ezt úgy gondolom, hogy nagyon sokan érzékelik, hogy a földhivatal a Városházáról kiköltözött, és a földhivatal itt érhető el az Ady Endre út 4 szám alatt, és megváltozott telefonszámokkal, de ezt a televízió, én tudom, és az újság is megfelelőképpen tájékoztatja a lakosságot. A következő szinten a földhivatal található, és a népegészségügyi osztály. Az emeleten, a tetőtérben az építésügyi osztály található, és a Kazinczy utcai bejárat felől pedig az állategészségügyi osztály dolgozói, a járási főállatorvos úr fogadja az ügyfeleket. Gondolom, hogy azért visszajelzéseket is kapnak az ügyfelektől, tehát itt most mi egy szép, tágas, tiszta váróban beszélgettünk, ahol azért le lehet ülni, tehát van hívó is, tehát mindenki az érkezés sorrendjében kerül ügyintézésre, de az ügyintézők hogyan szokták meg ezt, hiszen biztos, hogy nagyon sokan érdeklődnek, hogy most mi változott, hogy változott, tehát erről is folyamatosan kell tájékoztatni, gondolom, az ügyfeleket. Ügyfelek részéről már kaptunk visszajelzést, főleg a földhivatal, hisz nekik sokkal nagyobb a forgalmuk. Ők már jelezték, hogy mennyire kulturált, nagyon szép környezetben fogadjuk őket, és ez a ügyfelek részéről is az a visszajelzés, hogy ez ezért már másabb, mint ahogy a Városházán, a folyosón elég zsúfoltan kellett, hogy várakozzanak, és az ügyintézők szempontjából is, tehát a munkavégzés feltételei így sokkal jobban biztosítottak, hisz általában 2, maximum 3 ügyintéző dolgozik egy irodában, míg ez a Városházán bizony megvalósult olyan is, hogy 4 vagy 5 ember volt összezsúfolódva, és ez nem igazán szolgálta sem a kulturált munkavégzést, a gyors, pontos munkavégzést, és netán a személyes adatok biztonsága, de ezt csak nagyon halkan mondtam. Igen, szerintem is ezt mindenki tapasztalta, és biztos, hogy örül most, hogy ez nem így van. Viszont végén azért szóljunk arról, hogy kik maradtak, milyen osztályok maradtak a Városházán. A Városházán ugyanúgy ott maradt az okmányiroda, a hatósági osztály és a gyámügyi osztály. A foglalkoztatásügyi osztályunk, régen ugye munkaügyi kirendeltségnek neveztük, tehát ő a Madarasi út 27 szám alatt maradt. Ami a Városházánál szintén nagy átalakulás és felfordulás várható és kezdődik, hisz augusztus közepétől a kormányablak kialakítását kezdik meg a helyi vállalkozók, és várhatóan október 20-ára már új környezetben várjuk ott is az ügyfeleinket. Tehát 8 állomásos kormányablak kialakítása valósul meg, amely azt jelenti, hogy több mint 250 ügyet lehet majd egy helyben ott abban a kormányablakban intézni, elindítani. Azt hiszem, hogy erről mi még fogunk többször szólni. Én azt kívánom, hogy sok-sok elégedett ügyfél távozzon innen a felújított épületből. Nagyon köszönöm, és minden erőnkkel ezen vagyunk, hogy minél több elégedett ügyfél távozzon. Huszárni Hajdú Máriával beszélgettünk, a földhivatali osztály vezetőjével. Régóta dolgozik már a hivatalban, mikor került ide? Több mint 23 éve dolgozok a földhivatalnál, és 2000 óta, tehát 16. éve vezetem a hivatalt. Először, mint kirendeltség dolgoztunk, utána, mint földhivatal, és most pedig, mint földhivatali osztály.
Gondolom, hogy az volt a legnagyobb változás, amikor Törökszent Miklóstól önállóak lettek, hiszen azért előtte évekig Törökszent Miklósra kellett sok-sok ügyért menni, ügyintézni. Igen, nálunk csak az ingatlan nyilvántartás vezetése folyt addig, míg kirendeltség voltunk, és azt követően ellátjuk most már a földvédelem és a térképi feladatokat is, tehát a földmérési feladatot is. Melyik települések, tehát a járás települései tartoznak ide, vagy esetleg más települések ügyeit is intézik? Mi csak a járás településeit intézzük, tehát Kunmadaras, Kisújszállás, Kenderes, Karcag és Berekfürdő településeket. Aki járt régen a Városházán, azért az látott, hogy a földhivatal előtt mindig nagyon sokan voltak. Mennyiben lett most ideálisabb a helyzet? Nagyon jó helyzetbe kerültünk, hiszen nagyon szép a ügyfélvárunk, és több ügyféltől kaptunk már pozitív jelzést, hiszen nem kell az emeletre fölmenni, itt földszinten vannak, és hát sokkal szebb a várótermünk is, és az ügyfélfogadónk is. Itt az előbb gyorsan megszámoltuk, hogy 8 irodában dolgoznak, tehát azt hiszem, hogy ez is egy előrelépés, hiszen az előbb hallottuk öntől, hogy a Városházán csak 5 irodában dolgoztak. Tehát itt a nyugodtabb és a hatékonyabb ügyintézésre is lehetőség van. Igen, valóban ott 5 irodánk volt. Ott is csak később kaptunk még plusz irodákat. Ott 4-en, 5-en dolgoztak egy helyiségben, most pedig 2-en. Úgyhogy lényegesen jobb a ügyintézés. Sok-sok ügyet intéznek önöknél, tehát a térkép részlettől kezdve mindenféle ügyet. Körülbelül naponta hány ügyfél keresi fel önöket? Hát bizony 40-50 ügyfél, attól függően, hogy milyen szakaszban vagyunk, esetleg egy földhasználati időszakban. Nagyon sok a mezőgazdasággal foglalkozó, hiszen nagy a külterületünk, és bizony akkor egy olyan időszakban, amikor támogatást, egyebet igényelnek, akkor nagyon sok az ügyfelünk. Van-e olyan ügy esetleg, amihez előre be kell jelentkezni, vagy mindenki megérkezik, húz egy sorszámot, és aznap elintézik azt, amiért jött? Sajnos külön időpontot nem tudunk adni. Mindenki, ahogy érkezik, úgy tudjuk fogadni. Igyekszünk, hiszen hétfőn este 6-ig itt vagyunk, nincsen szünet délben sem, szerdán is egész nap vagyunk, úgyhogy egy kicsit sorba kell állni. De gondolom, hogy azért ezt egy picit jobban viselik az ügyfelek, hiszen le tudnak ülni, egy tényleg egy szép váróterem van ott lent a földszinten. Igen, most már klíma is van az ügyfelek részére is, tehát igazán ebben a melegben is azt hiszem, hogy nagyon jó helyen tudnak várakozni türelemmel. Most hirtelen szerintem nem is tudnám megmondani ügyszám szerint, hogy mennyi mindent kell intézni, vagy lehet itt intézni önöknél, de mik azok a legnagyobb ügyek, amiből a legtöbb mondjuk határozatot kell hozni, vagy térképet kell kiadni? De a legismertebb azt hiszem a lakosság körében az ingatlan nyilvántartás, hiszen az minden egyes jogügylethez el kell vinni a tulajdoni lapot, akár egy ingatlan vásárlás, akár egy hitelügyintézés kapcsán. Aztán a következő a földhasználat, amiről már beszéltünk, hiszen ott is a támogatásokhoz be kell jelentkezni a gazdáknak, viszik a földhasználati lapot. A következő most ez a földforgalmi törvény kapcsán a földművesekről és a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartás, ahova be kell, hogy jelentkezzenek ahhoz, hogy egyáltalán termőföldet vásároljanak, illetve a földhasználati bejelentést meg tudják tenni. Ezen kívül intézzük a telekalakítási eljárások engedélyezését, a földvédelmet, földminősítést, illetve a haszonbérleti szerződéseknek a hatósági jóváhagyását is mi intézzük. Gondolom, hogy ez több tízezer ügy egy éves szinten. Így van, meghaladjuk már a 10 000-et, úgyhogy jócskán, úgyhogy nagyon sokat kell ügyintéznünk. Az ügyintézők állandóak, tehát mennyire jellemző az, hogy aki idejön, az megszereti a munkát és itt marad, vagy mennyire cserélődnek? Az az igazság, hogy megszeretik, aki bekerül és megszereti rövid időn belül, az itt is marad. Most azért volt kis forgás, hiszen több ügyintézőnk is gyermeket várt, és most otthon a gyed időszakát tölti. Ezért most 5 olyan kollega van, aki szerződéssel dolgozik. De te azt gondolom, hogy aki ide visszajön, tehát elmengyes, az ide vissza fog jönni, hiszen ön is mondja, hogy megszeretik. Mennyire elégedett a kollégák munkájával? Tehát átköltöztek ide, most azért mindenki egy picit ideálisabb körülmények között dolgozik. Elégedett a munkával?
Én nagyon elégedett vagyok a kollégákkal, hiszen azt mondhatom, hogy zökkenőmentesre történt az átköltözésünk is, mivel pénteken délig még ügyfelet fogadtunk a Városházán, és mikor az átadás volt, itt már ügyfelet fogadtunk, tehát minden a helyére került. Megtesznek mindent, azt gondolom, amit csak tudnak az ügyintézők, és az egyéb dolgozók is, aki más feladatot lát el, úgyhogy sokszor még erőn felül is dolgozunk, hiszen túlórába is átmegyünk, ha kell. A térképek is átkerültek, vagy azok maradtak a Városházán? Átkerült minden iratunk, hiszen azt a helyiségeket átadtuk egy más hivatalnak. Kaptunk egy irattárat, amiben át tudtunk pakolni igazából mindent. A térképeknek külön irattári helyiséget biztosítottunk. Akkor még könnyebb. Itt az hallottuk oda Sülönnától, hogy változtak a telefonszámok. Tehát mi az a telefonszám, amin a földhivatali ügyet szeretné valaki intézni, és azt föl tudja hívni? 795-240 és a 795-250, amit közforgalomba adtunk telefonszámot, nyilván az 59-es körzet szám előtte. Ezen tudnak minket megkeresni bármilyen időszakban, tehát már most ügyfélmentes időszakban is tudnak telefonálni. Tehát itt az előbb elmondtuk, hogy hétfőn és szerdán hosszabb az ügyfélfogadás, kedden az a ügyintézői nap, amikor azért az ügyfelek nincsenek, de önök azért ugyanúgy dolgoznak, és csütörtökön és pénteken hogy lehet önökhöz jönni? Csütörtökön 1 órától fogadjuk az ügyfeleket, tehát délután van ügyfélfogadás 4 óráig, illetve pénteken 8 órától 12-ig fogadjuk. Én azt kívánom, hogy mindenki elégedetten távozzon innen, hiszen azért ügy az van, és nagyon sok olyan ember van, akinek több alkalommal is jönnie kette. Igen, igen, hát vannak visszajáró ügyfeleim nyilván, akik több ügyet is intéznek, főként a földhasználatban. Ők szinte mindennapos vendégeink, remélem ők is megelégedéssel vannak az új helyen, jobb az ügyfélfogadás nyilván. De akkor én önnek is és munkatársainak is jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, hogy felkerestek minket.